Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban Bookvertum első részéről fogok egy nagyon rövid retrokritikát elmondani, ugyanis ma már megtekinthető a második a mozikban, így nézzük meg a második film előtt, hogy milyen is volt az első. Őszintén elmondom, hogy nem vagyok a legnagyobb rajongója az első filmnek, ami azt jelenti, hogy szerintem nem ez a toronymagas legjobb pókember film. De mindenképpen zseniális? Igen. De miért? Pont azért, mert Miles a főszereplő. Miles karakter fejlődése ugyanis az egész filmen végigkísérhető, az egész filmben azt látjuk, amint Toby 20, Andrew 10, és amint Tom át sem ment egy percet sem. Az a pókemberi változás. Szóval Miles egész film alatt tanulja a pókemberkedést, amire nyilván rádob Peter B. Parker személye is, aki nyilván egy nagyon jó mentor lesz a végére, szóval azért ez egy fontos hozzátevő, de emellett nem elhagyható tényező a főgonosz Fisk, aki szerintem egy picit viccesen van ábrázolva, de mégis nagyon hiteles, motivációja érthető, és méltó Fisk a Fisk ebben a filmben. Gwen története pedig szerintem inkább a második filmben lesz kimondva, így róla most nem is mondanék annyira sokat. A látvány talán annyira nem meglepő, hogy kiemelem, természetesen ez az új stílus, amit a második rész még jobban felemel, az eléggé menő szerintem, de vannak olyanok, akiknek ez már túl igénytelen, és azt is meg tudom érteni, tehát keszek ússza, de nekem bejön. A zenei választás pedig csillagos ötös, nem hiába az egyik leghíresebb filmzene ebből a filmből van, szóval az első rész bizonyítja azt, hogyha kell pókember filmet, még mindig tud csinálni a Sony, ugyanis tud, ha akar. De kiderül, hogy a tudás 4,5 év után is megmaradt-e. Mert most sokkal több karakterrel kell csinálniuk, amit csinálok, és ugyanúgy valahogyan próbálni kell elmondani azt, amit még a gyerekek szintjén is, és a felnőttek szintjén is teljesen normálisan érthetően el lehet mondani, ez pedig a multiversumnak a működése. Nagyon kíváncsi vagyok, ma már látjuk a filmet, szóval nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Holnap pedig jön a második résznek a kritikája, szóval mindenképp tartsatok a Marvel Teóriák csatornán, és jó szórakozást kívánok a filmhez!